Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit! A Valentin napi díszbe öltözött Weekendet látják. Az asztalon pedig egy Valentin napi sushi tál is helyet kapott, hiszen egy ilyet nyerhetnek, akár önök is, hogy hogyan, azt a műsor végén fogom majd elárulni, úgyhogy már csak ezért is érdemes velünk tartani. Kezdjük is az adást állandó dekoratőrünkkel, Szabó Veronikával. Szia, szép estét kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket! Hát szép és szeretetteljes estét sugárzunk, reméljük a nézők otthonába is, és ugye a közelgő Valentin nap az nem csak apró ajándékok formájában jelenhet meg, hanem akár az egész lakást is díszbe lehet öltöztetni. Én megmondom őszintén, csak filmben láttam olyat, amikor hazamegy a feleség, és akkor mindenhol kis gyertyák égnek, rózsaszirommal tele van hintve a lakás, és hát azért ez egy nagy meló, persze nem biztos, hogy ennyi mindent be kell vetni, de azért érdemes egy picit a lakásunkra is odafigyelni. Milyen javaslataid vannak erre vonatkozólag? Mint ahogy itt a stúdióban is, én mindig annak olyan híve vagyok, hogy ne legyen túl sok semmi. Tehát egy pici apróság, apró kis szívek, mint a dekorációban is vannak, tehát hogy éppen annak a napnak az ünnepét köszönteni, meg ünnepelni, egy vacsorához előkészülni egy apróbb dekorációkkal. Én azt gondolom, ha nem is ilyen rózsaszirmos bevonulással, de egy pár apró kis figyelmességgel szebbé lehet tenni a napot vagy az estét is. Igen, és ugye sokan azt gondolják, hogy jó, hát ez csak egy nap, hát nehogy már ezért lecseréljem mondjuk a textileket, vagy az asztalterítőt, vagy bármit, mert hogy utána elmúlik, és aztán jönnek a szürke februári hétköznapok, hát lehet, hogy a Valentin napot is egy picit meg lehet növeszteni, és egész hétvégéig tarthat ez a szívecskés mámor. Nagyon sok mindent hoztál ide, úgyhogy nem is tudom, hogy hol kezdjük. Talán egy picit távolról közelítsünk a Valentin napra, mégpedig onnan, hogy azért lassan a tavasz felé kandikálunk. Reggelente már azért hamarabb világosodik, és néha, ha kisüt a nap, akkor az ember már úgy megérzi a tavasz illatát is ebben a egyébként minuszokkal tarkított kemény télben. Úgyhogy tavaszt is várjunk akkor a te kis ötleteiddel, tanácsaiddal. Ugye az évszíne is nekünk kedvez a tavasszal, hiszen az a Viva Magenta lett, tehát egy különleges magenta szín, egy kicsit bíbor árnyalatú, tehát nem ez a nagyon erős rózsaszínes magenta, hanem egy kicsit pirosas bíbor árnyalatú, úgyhogy akár a Valentin napi dekorba is be lehet ezt csempészni. Ezt a vidámságot, az erőt sugározza, az éltető erőt ez a Viva Magenta, a piros is ugyanezt az életerőt adja itt már a decemberi ünnepek után, a január, február egy kicsit valóban most ez a szeles hideg időben is különösen jót tesz egy kis melegség a lelkünknek, ezekkel a színekkel is lehet behozni ezt a melegséget az életünkbe, meg a lakásunkba, a dekorációinkba. És én azt gondolom, hogy ez az a színvilág most, ez a piros és rózsaszín, amivel nagyon jól lehet dekorálni ebben a hónapban. Hát, tulajdonképpen már ez egy kicsit ugye sokaknál a karácsonyban is beköszöntött, mert egyrészt trendiek, és tudják, igen, hogy mi az év színe, másrészt pedig hát ez végül is a piros egy klasszikus, tehát azért az megjelenik szerintem szinte minden évszakban. Sok mindent hoztál, itt a nézők nem tudom, hogy mennyire tudják közelről is megnézni, minden esetre akkor soroljuk föl, hogy milyen apróságok, hiszen ugye nyilván ez nem egy karácsony, tehát nem arról szól, hogy óriási ajándékokat kell adni, valaki csak kifejezetten a szerelmének, a kedvesének, a házastársának, más meg barátainak is ad egy-két apróságot, hiszen ugye a szeretet azért az egy túlmutat a párkapcsolaton. Apróságokat hoztam, amit egyrészt bárki elkészíthet, másrészt könnyen vedd és vidd ajándékként is el lehet, meg lehet vásárolni, de saját kézműves apróságként is elkészíthető ezek a kulcstartók, tehát azok, azt hiszem, hogy mindenhova, mindenkinek jól jönnek ezek a kis apró figyelmességek, ilyen fürdőbevaló illatosítók, tehát ilyen fürdő
golyókat lehet készíteni, kanalakat, bögréket lehet dekorálni, ezek XR gyurmával vannak dekorálva, tehát ilyen gyurmás, és utána ki kell sütni ezeket a XR gyurmás dolgokat. És miért nevezik XR gyurmának? XR-eket készítenek bele legtöbbet, de egyébként különböző márkájuk vannak belőle. Mi ezt a fajtát nagyon szeretjük, és sokat is használjuk különböző dekorációk készítéséhez, és hát ezek kis aranyosságok, kis bolondságok. Akkor lehet karkötőket készíteni. Ugye egy fülbevaló, egy nyaklánc kötöttebb, de egy karkötőt azt bárki szívesen, fiatalabb, idősebb is szívesen felvesz. Most különösen a ásványgyöngyökkel fűzött karkötők nagyon népszerűek, ezekből vannak olyanok, amik páros karkötők. Uh-huh. Tehát már férfiak is van, aki hord karkötőt, egy onyx, egy bambusz golyóból fűzött karkötő nekik is elkészíthető, aki szereti az ilyet, illetve a pölgyeknek pedig a szivárvány minden színében, árnyalatában és különböző típusú gyöngyökkel lehet már dekorálni. Mi a tapasztalatod? A férfiak azok, akik bemennek, és akkor mondjuk páros karkötőt szeretnének venni, vagy azért a hölgyek azok, akik romantikusabbak, és ha már Valentin nap, akkor valami olyasmit szeretnének vásárolni, ami tényleg a szoros szimbiózist szimbolizálja? Én azt gondolom, hogy lelki világtól függ. Tehát ez nem biztos, hogy a nemtől, hanem ki romantikusabb alkat, attól az a meghatározóbb. Azért a hozzánk a boltba nagyon sok hölgy jár, illetve fiatal lányok, ők szeretik nagyon ezeket a páros karkötőket, akár barátnős páros karkötőket is készítenek, de anyukák készítenek gyerekek neveivel ellátott karkötőt, tehát nagyon-nagyon sokféle verziója, variációja lehet ennek, apukának készítenek a gyerek nevével karkötőt, de fiúk és férfiak is barátnőnek, feleségnek szívesen vásárolnak. Karácsonykor, amikor az üzletben jártam, akkor láttam, hogy milyen gyönyörűen be lehet csomagolni például akár egy könyvet, és most itt a kis dobozokról az jutott eszembe, hogyha nem is kerül bele nagy dolog, csak mondjuk egy kis csoki, vagy egy bonbon, vagy egy baráti üzenet, vagy egy idézet, akkor is egészen más, hogyha az szépen van tálalva, vagy ugye maga a Valentin napi képeslap, hiszen az angol szász kultúrában például ennek is nagy hagyománya van, hogy a barátainknak üdvözlő lapokat küldünk Valentin nap alkalmából, úgyhogy az ilyen kis apróságokat, amiből aztán állatok bőven van, azt gondolom, hogy érdemes szemügyre venni, és akár egy borítékra is ráragasztani, mert egészen másként mutat. És hát természetesen, aki tud, gondolom, hogy egy kis tavaszi hangulatot, virágot is becsempészhet mindenbe. Egyébként a képesnapnak és a hűtőmágnesnek az elkészítésére rá lehet keresni a Kölcsei TV oldalán, tehát azt felvettük felvételként, hogyha valaki szeretné megnézni és elkészíteni, ott meg tudja. Veronika, köszönjük szépen! Nagyon szívesen! Kedves nézőink, a február természetesen nem csak a Valentin napról szól, hanem a farsangról is, ezt pedig, ha valahol, hát Panyolán tudják. Mikor győztök ki? Nagyon jó! Honnan várjálni? Hát gyere már, köszönjél! Volt, aki jelmezben, volt, aki csak érdeklődőként jött a farsangra szombaton. Még a távoli Mohácsról is érkeztek busók, akik kereplővel üzték a rossz szellemeket Panyoláról. Szólt a zene, sokan énekeltek, de a gyerekek nem mertek közel menni ehhez a bábúhoz, a pulyaszedőhöz. Ezzel ijesztették meg azokat, akik este nem tudtak elaludni. Elengedhetetlen tartozéka ugye a félig zsákba helyezett gyermek, a rossz pulya. Itt egy kicsit modern kötött harisnyában, de hát ez ilyen ringyek, röngyökből összerakott zsák, és abból kilógó gyerekharisnya. Egyébként azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy hiányolhatják ezeket a szép díszes cifra dolgokat azok, akik ide látogatnak más tájegységből, de azt tudni kell, hogy a szamosháti emberek nem voltak tehetősek, úgyhogy abból gazdálkodtak, amiük volt, úgyhogy ezek a birkabőr, a kenderkót, a lemvászon, ezek voltak azok az elemek, amikből ezeket a maskarákat elkészítették, úgyhogy ezeket használtuk itt a kiállításban is. A
A jó hangulatról a zenekar mellett a szervezők is gondoskodtak. A panyolai farsang hagyományait néprajzi gyűjtés és egy 1965-ös filmfelvétel örökítette meg. Az 50-es, 60-as években rögzített és akkor könyvekbe, szakkönyvekbe megjelenő alakoskodás, állatalakoskodó vagy dramatikus játékokat Újvári professzor, Újvári Zoltán gyűjtötte, abból merítünk egyébként, illetve a 65-ös farsangi felvételből, ami egy dokumentumfilm volt, és a dokumentumfilm itt készült Panyolán, még meg is van a ház, ahol ezt a fonó jelenetet felvették. Több napig forgattak egyébként, és tudni kell, hogy az az egyik alapja. Persze ezt a hagyományt a mostani jelenkori Szamosparti Nyugdíjas Klub tagjai még akkor szinte akkor gyerekként látták, de most ők a hagyományőrzés első hírnökei voltak, akik nekünk is segítettek abba, hogy ezt kiterjesszük és az utcára kivigyük és egy felvonulást csináljunk belőle, hiszen ezeket a figurákat azért ők segítettek összeállítani, nem beszélve ezeket a gúnyákat, régies öltözeteket, ezeket nagyrészt tőlük is kaptuk. Először vannak itt Panyolán a hargitai nagykászon hagyományőrzői, akik bika ütést adtak elő. Megadjél kilenc az élet! Ötöts fele! Lámilyen pálinka hajó! Egyszer abba szégat, hogy elvállal! Jó kasszony szíva pálinka! Kasszony szíva pálinka! Figyelj vissza! Kihagyok még az élet! Nyolc az élet az utolsó arra! Nyolc az élet az utolsó arra! Ha nem adja meg az élet, mit a fejbe! Fennhangon alkudoztak a hargitai nagykászomból érkező hagyományőrzők a bikára. Hargita és Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye testvérkapcsolatokat ápol egymással. Mi nagykászomból érkeztünk ide, a nagykászoni bikaütést hoztuk el ide Panyoláról. Ez egy farsangtemetés népszokás nálunk. Tehát a bika az egy szalmafonatba beöltöztetett legény, amelyiket a gazda végigvisz a falun, próbálja eladni. Cserépfazékkal a fején, szarvakkal, tehát egy bikát imitálunk véle. Hát ennek a jelképnek, a bikának visszamenőleg évszázados jelentése, visszamegy a egyházi eredete van, a jólétet, a karácsony és a bőjt időszak közötti farsangot, a jólétet, a mulatságot jelképezi, és ennek, ugye, hogy eltemessük, lezárjuk, hamvazó szerdával kezdődik a bőti időszak, és ennek az eltemetése nálunk hídon üssük meg a bikát, és ott égessük el a hanvait, beleszórjuk a folyóba, a patakba, és az elviszi ugye a rosszat, a zsíros dolgokat, és fel tudunk készülni a bőti időszakra, a húsvéti időszakra. Ez a fő jelentése ennek a mi előadásunknak, vagy maskarázásunknak, vagy ahogy nevezzük. Csukja be a szemét! Na mindenképpen! Jó, szólnak, hát nem állnak! Meglepő élményben volt része Baracsi Endrének, a vármegyei értéktár elnökének, megborotválták őt a jelmezbe öltözött asszonyok. Ez egy olyan különleges kuriózuma Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyének, amely természetesen bekerült a megyei értéktárba, és úgy gondolom, hogy egy hiátust pótoltunk azzal, amikor a bizottság úgy döntött, hogy a panyolai hagyományok mellett és a szilvás étel mellett ugye a farsangi hagyományok is az értéktár részeit képezik, és úgy gondolom, ez nem csak a megyei értéktárnak, nem csak a vármegyei értéktárnak a büszkesége, hanem az egész magyar kultúrának is, hiszen az alakoskodás, az a télűzés, azok a hagyományok, amelyek a közösségeket egybekovácsolták, egybetartották, azok nagyon fontos részei voltak a társadalomnak, és hát itt a Szatmárban, ezeken a kis településeken pedig különösen ezzel tartották meg, és ezzel tartották meg az egységet, és lényegében a megmaradásuknak az egyik záloga is az volt, hogy tudtak együtt élni, meg tudták élni együtt az ünnepeket, meg tudták élni együtt a nehézségeket, és hogyha kellett, akkor egy ilyen farsangi népszakás alkalmával ki is tudták figurázni, ki is tudták parodizálni, és ezzel valóban megerősítették azt a közeget, amelyben élték a mindennapokat.
A farsangi alakoskodók délután bejárták a falut. A farsangi időszak hamvazó szerdáig, idén február 22-ig tart, utána kezdődik a húsvétig tartó nagybőjt. Hamvazó szerda előtt azonban még a figyelmükbe ajánlunk egy jótékonysági szabadidős tevékenységet, egészen pontosan az ápolók és gondozók futását. Erről beszélgetünk a szervezővel, Kis Hedviggel. Szia, jó estét! Jó estét, köszöntöm a kedves nézőket! Hát nem is az első, hanem ugye ebben az évben már a harmadik futás, és akik itt a megyében ilyen jótékonysági futóversenyen járatosak, azok általában téged és a körülötted levő sok-sok aktív csajt kiszúrják, mert mindig valamilyen rendkívüli dologgal készültök, jelmezzel, jó hangulattal, közös fotózással. Egy picit azt meséld el nekünk, hogy egyáltalán hogy jött ez a gondolat, hogy ti futni kezdtek. Nem volt egyszerű a gondolat, de megalkottuk. Mondván, hogy az ápoló gondozóknak a hétköznapjai nagyon terheltek, túlterheltek, feszültek, és a Covid kapcsán ugye azért tapasztaltuk ezt jó néhányan. És akkor azt gondoltuk, hogy annyit tesznek, annyi jót tesznek, és segítőkészek, gondozók, hogy valamit tennünk kell nekünk is értük. És az ápoló gondozó az a bizonyos csoport, az a réteg, az a kör, akit én evidenciába tartok, és missziómnak tekintem, hogy őket segítsem. És akkor azt gondoltam, hogy akkor hívom őket egy picike mozgásra, hogy kezdjünk mocorogni, szoktam mondani, és tegyük együtt közösen. És elindultunk. És milyen volt a fogadtatás? Mert azért megmondom őszintén, nagyon nehéz az embernek a komfortzónájából kilépni, és egyáltalán bármit aktívan elkezdeni, és azért a futás, a sportolás az tényleg egyrészt fejben dől el, de hát mégiscsak a fizikai testben kell megvalósítani. Hát nem volt könnyű, és napjainkban sem könnyű. Tehát nagyon nehéz rávenni nem csak az ápolókat, gondozókat, szerintem a kedves nézők is fogják tudni, hanem bármelyik réteget az emberek közül, hiszen valóban el kell, hogy döntse fejben, hogy szeretnék tenni, és tegyen, és az egészségért tegyem. Mindig ezt szoktam mondani. Én magam is 5 éve küzdök és aktívan sportolok, azt lehet mondani akár belterületen, akár külterületen, mert hogy az egészség, az érték rá kell jöjjön mindenki. És az ápolókat, gondozókat, miután ők minden nap tesznek a mások egészségéért, azt gondoltam, hogy akkor én felkarolom, és teszek én is értük. Úgyhogy aktívan csatlakoznak, de nem könnyű kérdésedre válaszolva. Igen, azt gondolom, hogy azért is jó, mert az egész történetnek van egy kis prevenciós jellege, mert ugye amikor az egészségügyre gondolunk, az orvosokra, az ápoló személyzetre, akkor mindig a betegségre asszociálunk. Viszont, hogyha akár sportfelszerelésbe, akár nem is tudom, műtősnő jelmezbe fut ennyi egészségügyi dolgozó, akkor egyből nem erre koncentrálunk, hanem arra, hogy majd kicsattannak az egészségtől. Tehát egy picit meg lehet a történetet fordítani, és közben egyébként a nézők itt látják, hogy nem csak beszéltek róla, hanem valóban futtok is. Beszéljünk egy kicsit, Hédi, most erről a 19-éről, miért jótékony, illetve hát hogyan tudnak csatlakozni a nézők. A jótékonykodás mindegyik rendezvényünknél megvan. A nevezési díjakat felajánljuk mindig. Elmúlt 2 alkalom kapcsán, szomorú történet kapcsán adtuk családoknak, most viszont az állatoknak fogunk segíteni, amit minden évben teszünk, egyébként kiemeltem. Én azt gondolom, hogy jelentkezni mindig lehet. A regisztráció elindult a felületünkön, kövessenek bennünket és nézzék, valamint a helyszínen is lehet majd regisztrálni. Ez a regisztráció nagyon fontos azért, hogy tudjuk, hogy melyik távot válasszák majd a kedves résztvevők, hiszen van egy 4 kilométeres távunk, ahol sétálhatnak, van egy 4 kilométeres távunk, ahol futhatnak, és egy 8 kilométeres táv, és mindegyik távnak vannak majd nyereményei, úgyhogy érdemes futni velünk. Most itt a nézők azért egy tavaszi nyári felvétel látnak, és hát ugye február 19-én, ha jól tudom, Magyarországon éppen tél lesz. Hogyan kell készülni arra, hogyha valaki télen szeretne futni, és mondjuk nem egy gyakorlott futó, tehát gondolom azért nem nagy kabátba és ilyen nagyon-nagyon beöltözve, meg magáról a helyszínről is mesélj.
Igen, a felvétel az a második ápoló futását mutatja nekünk, ahol már 300-an voltunk együtt és tettünk az egészségünkért, illetve az kell, hogy a kedves nézők és a kedves sportolni vágyók ezt magukban jól tudatosítsák, hogy rétegesen kell öltözködni. Több vékony réteget kell fölvenni, nem nagy kabátba, és ennek kapcsán ugye majd le is kell cserélni, hogyha a távot teljesítették. Tehát kell, hogy érkezzenek pótruhával, száraz ruhával. Így van. Azt is látjuk, hogy tényleg nagyon jó volt a hangulat, tehát nem csak a fotók kedvéért pózoltak itt a résztvevők. Milyen kísérő programjai lesznek még magának a rendezvénynek? Mi vagy az egészségünket védjük és teszünk, és preventív jelleggel tesszük, ezért több olyan szolgáltatást, kiegészítő szolgáltatást kínálunk, mutatjuk meg, amelyekkel tudjuk már is felhívni, ha gond van, például egy vérnyomásmérés, egy vércukormérés, egy koleszterin szintmérés, és ezek a standok ott lesznek hallgatóimmal, hallgatók által fogjuk úgymond ezt kivitelezni. Tehát akkor ott meg is ismerkedhetnek a jövő generációjával, mondhatni ezt. Elsősorban lányok, vagy azért van egy-két fiú is az ápolók elsősorban között. Lányok futkosunk, igen, lányok vagyunk egy csapatban, tényleg vígkedélyűen, mosolyogva, jelmezbe öltözve, kacagva, és mindig egyenruhába, igyekszem mindig összehangolni, hogy valami plusz tudjak nekik adni, és élvezettel tegyék, amit tesznek. A technikai segítségünk vannak, akik férfiak, és ők azért igyekeznek minden olyan munkát levenni rőlünk, ami nem nekünk való. Hédi, ezt a fajta vitalitást, mert te szerintem egy ilyen energiabomba vagy, erre azért szerintem felfigyeltek máshol is, ugye? Magyarország többi területén, vagy akár mondjuk az oktatásban, hogy mi ez a lendület, ami ennyire visz téged és a tanítványaidat. Köszönöm szépen, igen, és ennek körülök ennek a mondatnak, mert tényleg így ismernek, hogy mindig szaladok, úgyhogy lehet így leszek elhíresülve, hogy a szaladós Hédi, mert tényleg az energiám és az, amit képviselek, az én vagyok. A hallgatóim is tudják, egyedi és sajátos, és olyan áhítattal tudom mondani nekik, hogy ezt a szakmát meg tudják szeretni, és el tudják sajátítani. Azt gondolom, csak így lehet hitelesen, és hogyha ezt sikerül, ezt a kis magvacskát elültetni tényleg a jövő generáció ápoló személyzetében, akkor biztos kezekben leszünk akkor, amikor rászorulunk. Köszönöm szépen, és akkor minél több nézőt invitálunk január 19-én a Sóstóri Erdőben. Nagyon nagy szeretettel várjuk őket. Köszönöm szépen. Köszönjük. Kedves nézőink, a folytatásban Máté Szalkára utazunk, ahol nemrég egy együttműködési megállapodást írtak alá. Ennek a célja, hogy a régióból Hollywoodba elszármazottak emlékét méltó keretek között őrizzék, és példaként állítsák a következő nemzedékek számára. Mi köti össze Adolf Zukort, Tony Curtist és Jamie Lee Curtist? Az, hogy közvetlenül vagy közvetetten mindhárman kötődnek Máté Szalkához. Csak ezt kevesen tudják. Ezért is gondolta Máté Szalka vezetése úgy, hogy a Hollywood és Máté Szalka közötti kapcsolatokat érdemes szorosabbra fűzni, ezért egy új kampányt indítanak, hogy ezzel is felhívják a fiatalok figyelmét a térségből elszármazott hírességekre. A kampány szlogenje Máté Szalka Hollywood bölcsője, amelyhez nem csak egy logó, de egy ismeretterjesztő honlap is tartozik majd, emellett különböző rendezvényeket terveznek a fiatalok számára meghirdetett pályázatoktól a Nemzetközi Filmfesztiválig. Hanusi Péter Máté Szalka polgármestere azt mondta, a város jó kapcsolatot ápol a Magyar Hollywood Tanáccsal, amely együttműködés azzal kezdődött, hogy közösen megálmodták a Tony Curtis kávéházat. A polgármester úgy fogalmazott, a Magyar Hollywood Tanács elnöke nélkül a Máté Szalkaiak nem tudták volna felvenni a kapcsolatot Tony Curtis családjával. Most pedig tovább folytatják a kutatást az amerikai filmipar magyar gyökerei után azzal, hogy Máté Szalka és tágabb környezetéhez kapcsolódó települések elszármazottjait is bemutatják majd. Máté Szalka Hollywood bölcsője, de tulajdonképpen egy regionális központ is, és annyi híres személyre lehetünk a filmipar nagyjai közül büszkék itt az egész térségben, hogy ennek a regionális összefogását lehetséges Máté Szalkán ebben az együttműködési keretmegállapodásban kezelni. Úgyhogy rengeteg tervünk van, rengeteg elképzelésünk van, annak nagyon örülök, és köszönöm mind a két másik aláíró félnek, hogy támogatnak ebben bennünket, hiszen Máté Szalkán a kultúra mindig is nagyon-nagyon fontos volt, így
nyilván a filmkultúra is, az örökségünk, Cukor Adolf öröksége, Tony Curtis öröksége predesztinál bennünket arra, hogy továbbfejlesszük ezt az együttműködést, amelyet a mai napon ünnepélyes keretek között írtunk alá. Fekszi Márta, az Origo Filmstúdió cégvezetője azt mondta, rengeteg kiemelkedő magyar filmes emlékét meg kell őrizniük, és ezek a történetek alkalmasak lehetnek arra, hogy a következő generációkat is lelkesítsék. Az Origo Filmstúdió nagyon nagy örömmel vesz ebben részt, nem csak azért, mert a Filmstúdióban mi magunk már több kis múzeumot nyitottuk, és az Oscar csillagösvény is van nálunk, ezen kívül meg Oscar szobrok, hanem azt gondoljuk, hogy a mi eszközeinkkel mi ehhez hozzá tudunk járulni, és azok a fiatalok itt, akik esetleg nem is nyernek majd díjat, de én nyilvánvaló, hogy fel fogom ajánlani, például, hogyha lesz a Hollywood vetélkedő a legjobb osztálynak, vagy a legjobb csoportnak, hogy amikor Budapesten járnak, nagyon szívesen látjuk őket a stúdióba, vagy akár egy-egy iskolai osztályt is. Máté Szalka kulturális életében minden évben a Fényes Napok elnevezésű rendezvénysorozata a legnagyobb attrakció. A megállapodás ezt is érinti. A Fényes Napok egyik napján rendezvényként megjelenünk, mint Origo és Hollywood Tanács, és emellett, miután idén cukorévről van szó, nyilván a mozi mellette, akkor az egyik cukoradó filmet fogja bemutatni. És ettől elkülönítve lesz a filmfesztivál, amit a gyerekeknek írunk ki, az is néhány napos program lesz, tehát nem csak a versenyfilmek bemutatása, hanem gondolkodunk azon, hogy esetleg iskolákba kimenjünk, és a gyerekeknek ott tartsunk előadást. Nyilván majd az iskolai igazgatókkal való egyeztetést követően, és utána itt lesz a zsűri is, amit úgy szeretnénk felállítani, tavaly is, ugye az Origo adta a zsűrinek az elnökét, idén is gondolkodunk vele, de be kívánunk vonni még más sokat is, olyan jeles személyiségeket, akiket szívesen fognak a helyiek, és akiktől lehet tanulni is. A tavalyi évben augusztus 12-e és 14-e között rendezték meg az első Adolf Cukor Nemzetközi Filmfesztivált a Máté Szalkai Cukor Adolf Filmszínházban. Kedves nézőink, ne menjenek messzire, a Weekend folytatásából ugyanis kiderül, hogyan kapcsolódik össze a vadászat és a múzeum, sőt a házasság hetéről is szó lesz, maradjanak velünk. Megnyílt a Fények és Színek című kiállítás Nyíregyházán a Kálai gyűjteményben. Ez adta tulajdonképpen az alapját egy új együttműködési megállapodásnak. A vadászat és a múzeum kapcsolatáról beszélgetünk vendégünkkel, Ricó Évával, aki múzeumi könyvtáros. Jó estét! Szia, Éva! Szia! És hát most ennek az előttünk álló időszaknak azt gondolom, hogy szinte minden részletéről be tudsz számolni. Ez általában így működik, hogy van egy kiállítási anyag, és aztán arra ráépül valami együttműködés, valami terv, vagy ez most egy rendkívüli eset? Ez most egy rendkívüli eset. Korábban mi már felvettük a kapcsolatot a vadászkamarával, illetve pontosabban ők velünk, mert nálunk van Ilosvai Ferenc író, vadászíró hagyatéka, és ezzel kapcsolatban kerestek ők meg minket. Akkor már mi segítettünk nekik, és most meg mi kértünk segítséget, és úgy döntöttünk, hogy egy együttműködés a két intézmény között jó lenne. Pontosan azért, mert egy a célunk is, gyerekeket akarunk mindenképpen megszólítani, és mind a kettő intézménynek van ehhez kapcsolódó programja. Tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy egyszerre népszerűsíteni, vagy ismertté tenni, vagy reális ismeretekkel ellátni a felnövekvő generációt a múzeumról is, illetve magáról a vadászatról? Igen, de a vadászatról kevesebbet tudok mondani, mert nem vagyok szakértő, de Gergelyéknek az a céljuk, hogy tényleg valós információkat tanuljanak meg az emberek arról, hogy ők nem csak lelövik az állatokat, hanem itt ez egy tervezett vadgazdálkodás,
és már ők azt szeretnék, hogy a gyerekek is ebbe nőjenek föl, hogy tudják, hogy mi a különbség. Illetve, amit még ő mindig szokott mondani, hogy a mai gyerekek már kevesebbet tartózkodnak a természetben, és nekik céljuk, hogy megismertessék a gyerekekkel ugye az állatok élőhelyeit, hogy néz ki, mert van, aki fel se ismer már egy borzot például. Így van, valószínűleg a számítógépes játékokban hamarabb találkoznak egy fegyverrel, egy állattal, vagy bármivel, mint sajnos a valóságban. Hogyan néz ki tulajdonképpen mondjuk az a múzeum pedagógiai óra, amelyen részt vehetnek a gyerekek? Hát a mostaniak úgy néznek ki, hogy ez egy érdekes dolog, mert ez egy festmény kiállítás, és a kolléganőmmel, amikor megláttuk a festményeknek a témáját, ugyanis a nagy része csendélet, vagy tájképek, vagy állatok szerepelnek, akár vadállatok, akár házi állatok a képeken, akkor mind a kettőnknek beugrott, hogy jó lenne erre, tehát a gyerekeket meg lehet szólítani, igenis egy komolyabb kiállítás kapcsán is, úgy, hogy összekapcsoltuk. Először megmutatjuk a gyerekeknek a festményeket természetesen játékos formában, és utána tartunk egy múzeumpedagógiai foglalkozást, ami attól függ, hogy mi a téma, mert természetesen a magyar kutyafajták az egyik, a felelős állattartás a másik, a harmadik, amit ugye Gergelyéken keresztül a vadgazdálkodás, illetve az érzékenyítő, szemléletformáló oktatás. És így, akkor ebből, bocsáss meg, választhat az adott csoport, aki oda megy, hogy melyiket szeretné végigcsinálni? Igen, természetesen. Tehát nálunk úgy van, hogy adott napokra lehet bejelentkezni, mert minden napnak más a témája. Tehát tegnap már járt nálunk egy puli a gazdival, ma egy pumi, és így tovább, tehát lesznek majd olyan napok, amikor a Gergelyék jönnek, van, amikor az érzékenyítő foglalkozás lesz, de lesz egy sólyom bemutató, és így ezek közül lehet választani. Természetesen a honlapon vagy telefonszám megvan, és akkor be lehet jelentkezni. Itt a nézők közben látják is a képeket, a kutyusokat, cicákat, a csendéleteket, és hát gondolom, hogy ezek olyan színesek, és tényleg megszólítják a gyerekeket, és inspirálják arra, hogy akár ők is megpróbálkozzanak hasonló alkotások elkészítésével. Említetted ugye az ilosvai féle agancs hagyatékot, annak mi a sorsa, vagy azt? Ilosvai Ferencnek nem csak agancsokból áll a hagyatéka, hanem írói, újságírói hagyatéka is nálunk van, illetve a felesége, Johanna Dietrich volt az, aki a Kálai gyűjteménynek felajánlotta az ő, tehát akár utazásaik során beszerzett, például többször jártak Afrikában az ottani kis tárgyakat, de folyóiratok, könyvek és egyéb tárgyak is vannak, a saját személyes tárgyai is vannak a nálunk Ilosvai Ferenctől. Mondjuk ezek az agancsok, ezek megtekinthetők, vagy még? Jelenleg raktárban vannak egyébként, de az ilosvai hagyaték, ez csak egyik része az agancs állománynak, ugyanis 281 darab agancs található a Kállai gyűjteményben, úgyhogy már gondolkodtunk rajta, hogy egyszer, majd lehet Gergelyékkel szövetkezve, majd kirándultatjuk egy kicsit ezek, tehát már mint ilyen vándor kiállítás formájában, igen. Hát tulajdonképpen így születnek ezek az ötletek, nem? Hogy igen. Valaki valakivel találkozik. Egyébként mennyi olyan különlegesség vagy kincs van a Kálai gyűjteményben, akár a raktárakban, akár a könyvtárban, amire mondjuk még te is rácsodálkozol személy szerint? Én inkább a történetükre csodálkozom rá, mert ott van egy fegyver például, és akkor hát tudjuk, hogy kié volt, tudjuk, hogy ki adományozta, és most a kollégám, történész kollégám fedezte fel, hogy az hogy került hozzánk vissza, tehát mármint a Kálai tulajdonba hogy került vissza. Tehát Kálai Kristóf bácsi volt az, aki felfedezte, és mivel sorozatszámuk van, ezért beazonosítható volt, hogy ez bizony az ő nagybátyáé volt. Ezek nagyon érdekes, igen, dolgok. Tulajdonképpen egy kicsit úgy tudom elképzelni, hogy ti is tartotok egymásnak ilyen múzeumpedagógiai, igen, foglalkozásokat a különböző történetekkel. Nos, hát akkor ugye arra bújíztatjuk a nézőket, csak csoportosan lehet bejelentkezni, vagy azért egyénileg is végig? Természetesen a festményeket bárki megtekintheti, de ezek
főleg gyerekeknek szóló húzampedagógiai órák. És érdemes, de igazság szerint nyugdíjasok is jönnek majd Pumit nézni. Tulajdonképpen nézni, simogatni, én azt gondolom, hogy például az érzékenyítés az nem merül ki a kora gyermekkorban, hiszen nagyon sokan különböző félelmekkel, fóbiákkal élik le az életüket, és lehet, hogy éppen egy nyugdíjas klubban élik meg az, hogy nem kell attól az állattól félni, mert hogy nagyon kedves, és akkor ezek is nagyon jó dolgok. Már csak annyit szeretnék Éva kérdezni, hogy meddig lesz nyitva a kiállítás? Február 24-éig tekinthető meg. Na hát akkor azért siessenek a nézők, hogy nehogy lemaradjanak. Igen. Köszönjük szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. A folytatásban utazunk, méghozzá 80 nap alatt a Föld körül. Orémusz Maja legutóbbi vendége Sipos László volt, ebből láthatnak egy kis ízelítőt. Ez sok apró útból, nem apró, kisebb-nagyobb útból van összevarva. És hát, ha egy bevezető történetet megengednek, valamelyik nap egy étteremben voltam egy szűk baráti körrel, és oda lépett hozzám egy régi kedves ismerős, és kérdezte, hogy hol voltál legutóbb? Hát mondtam, hogy legutóbb Zemplénben, a Felvidéken, Szlovákiában. Csak? A világ mindenütt gyönyörű, és ami nekünk közel van, az egy kínainak, egy japánnak ugyanolyan messze, mint nekünk Kína és Japán. A távolság nem a szépségeket fokozza, csak legfeljebb a kuriózumok számát fogja növelni. Tehát én azt mondom, és még egyszer, most már harmadszor, hogy a világ mindenütt gyönyörű. Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonságüveiket. Indulunk, 3156 kilométer vár ránk, hogy megérkezzünk Izlandra, Reykjavikba. Izland és Reykjavik egy északi ország, és egy északi főváros, a világ legészakibb fővárosa, és kevesen tudják, hogy a világ legrégebbi parlamentjével is rendelkezik. 930-ban, tehát az első évezred végén tartották az első altingot, és hát azóta is folyamatos ennek a kis szigetnek az országgyűlése. Van is két mondás, nagyon-nagyon tetszik nekem. Bölcs a tingben légy, a másik ostobával ne vitázz. Hát ezeket egyezték föl az ősi eddákba, és hogyha ha Izlandra gondolunk, erre Magyarországnál nagyobb országra, akkor azt el kell mondani, hogy a lakosság kétharmada Reykjavikban él, és az egész országban, ami nagyobb, mint Magyarország, annyian laknak, mint Nyíregyházán. Tehát egy rendkívül ritka ország, az egész tulajdonképpen egy geotermikus nemzeti park. Amikor először tettem nagy túrát, akkor hát ezt a hegyet Hettának hívják biztos. Utána vettem észre, hogy nem, hát az azt jelenti, hogy veszélyes, mert alatt ott van a danger, illetve az Achtung felirat. És akkor bizony itt az embernek nagyon a lába alá kell nézni, mert bizony egy pocsolya itt könnyen lehet 100 Celsius fokos, és a patak vize úgy gőzölög, minthogyha egy hőforrás lenne, mert hogy az is. És hogy miért van ez? Hát azért, mert Izlandot ketté vágja egy törésvonal, az amerikai és az európai lemez itt válik szét. És ezért van itt két tucat vulkán, számtalan geotermikus jelenség, ami miatt ez az ország valóban egy különlegesség. Egymást érik az iszapfortyogók, a gejzírek, ez a nagy strokkúr, ami 10 percenként köpülő, azt jelenti, 10 percenként tör ki, és 15-18 méter magasra csap föl. Hát egy történetet engedjenek meg. A Hókadalúr Nemzeti Parkban, egy völgyben 28 gejzír működik. Ezek mind körbe vannak kerítve. És az egyik gejzír, a 29. szintén körbe van kerítve, de ott ki volt írva, hogy hát ez 4 éve nem tört ki. Dátumból ki lehetett számítani. A
parkban éppen egy tévéstáb forgatott, nem ilyen korszerű gépekkel, hanem ilyen válkamerával, még az én kis, ez innen a reklám helye, Panasonic kamerám is sokkal korszerűbbnek tűnt. Mindig félreállítottak minket, hogy most ők jönnek, most ők. Hát akkor én félrevonultam, és a 29. kis gejzírba úgy belenéztem, nézegettem, fotózgattam. Elfordultam, megtettem 4 métert, és képzeljék, kitört. Nem 18 méterre, olyan 1 méter 50 centire. Na de hát az tűzforró, hát az 99,9 Celsius fokos víz volt. Hát én ott álltam, és elkezdtek az emberek mutogatni rám. Hát nem én csináltam, nem én voltam. Jöttek a kamerás emberek. Mi a véleményem? Hogy éreztem? Mit éreztem? Hát mondtam, hogy I was surprised, meglepődtem. Hát ezzel le is zártam az interjút. Még annyit kérdeztek, hogy honnan jöttem. Mondtam, hogy from Nyíregyháza, from Hungary. Hát a Nyíregyháza rendkívül tetszett nekik. A G betű, hát az mindenkit meghat Magyarországon kívül, meg a szláv nyelveken kívül, mert ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz ott. És arra felé. Azóta is mindig rettegve nézek egy izlandi gejzírekről szóló filmet, hogy nem tűnök-e föl azzal, hogy meglepődtem, de még egyelőre nem találkoztam ezzel a filmkockával. A vulkánok itt nagyon laposak, és nem túl, hogy mondjam, vulkánszerűek. Ez itt a Hekla, ami egyébként még 1500 méter magas sincsen, de hogy milyen pusztítást tudnak tenni, 20 kilométerre a Heklától, pontosabban 18 kilométerre a Heklától vulkáni bombák láthatók. Egy kitörés kapcsán ezek óriási távolságokat tudnak megtenni. Mikor ott voltam, egyébként más különleges esemény nem történt, de nem sokkal utána kitört az Eyjafjallajökull nevű vulkán, úgy, mint a finn lenne, nem? Mint a finnül hangzana. Ez egy jéggel borított vulkán volt, és képzeljék el, hogy a hirtelen elolvadt jég gőzzé alakult, és a vulkáni hamut fölvitte a stratoszférába, és beterítette Európát. Hetekig állt Európa légi közlekedése, ez egy nap múlva mutatja, ez egy hét múlva, még akkor is látszik, hogy az Atlanti-óceánon egészen a Fekete-tengerig lehúzódva, az Urálig mindenütt ez a vulkáni hamu tette lehetetlenné a közlekedést. Hát azért volt nekem vulkánban részem, Jáva szigetén, a Merapi vulkán, ez 2900 méter magas, annak a tövében egy bungalóban szálltunk meg. És éjszaka kellős közepén jött a riasztás, azonnal el kell hagyni a bungalót, mert kitört a Merapi. Most az az igazság, hogy amikor én megérkezem egy szállodába, vagy legyen az akár egy bungaló, én azt belakom. Én szétpakolok, én a ruháimat beakasztom, hadd szellőzzenek, stb. És ilyenkor, amikor az embernek 3 perce van, hogy egyáltalán összekapja a dolgait, hát ez nagyon kellemetlen tud lenni. Az az igazság, hogy nekem ez a fix rémálmom, tehát álmomban, hogyha valami szörnyűséget álmodom, az mindig az, hogy nekem 1 percem van arra, hogy elkészüljek, hogy rohanjak, hogy összekapjam a dolgaimat. Izland éjszaka. Sarkkörhöz közel vagyunk, itt is vannak fehér éjszakák, nem csak Szentpéterváron, meg a skandináv vidéken, és hát ugyan a színek ilyenkor meghalnak, különösen ilyen reflektorok mellett, de az az igazság, hogy óriási élmény, hogy az ember este 10-kor indul el túrázni, hajnali 4-kor ér haza, és végig világosban volt. Ha kedvet kaptak a teljes beszélgetéshez, február 14-én kedden 20 óra 25 perctől megnézhetik a Kölcsei Televízióban, mi pedig most a házasság hetével folytatjuk, amely idén február 12-én kezdődik. A témával kapcsolatban vendégünk Nagy Csaba, Egyház megyei családreferens. Jó estét kívánok! Ebben az évben a
címe tulajdonképpen ennek a hétnek az lett, hogy szeretetbe kapaszkodva. Hát ennél stabilabb kapaszkodót azt hiszem, hogy nincs is, vagy talán a Jóisten, de a kettő az én olvasatomban és az én hitemben ugyanaz, úgyhogy meséljen egy picit arról azoknak, akik nem tudják, hogy egyáltalán mióta szokás gyakorlatilag a házasság hetét ünnepelni és erről beszélni. Hát ugye az első házasság hete az Angliából indul, és az már több mint 20 éve. Itt hazánkban 16 éve honosodott meg, és 20, vagyis 16 éve próbáljuk segíteni a házaspárokat, hogy tényleg a szerelmük az valóban átalakuljon szeretetté és egy tartós kapcsolattá, hiszen minden fiatal, amikor megkérdezzük, hát akkor ők örökre kifejezik azt, hogy ők örökre együtt akarnak maradni. És örökre szerelembe lángolva lenni, de azt mondják, hogy gyakorlatilag egy ilyen folyamatos lángolás az egészen biztosan elemészti az ember, tehát valahogy meg kell tanulni lecsillapítani. Mi a tapasztalat? Mit mondanak a házaspárok? Ez szeretettészel idül, vagy van ennek egy ilyen furcsa amplitudója, hogy időnként fellángol, aztán lecsillapszik, aztán megint csak erőre kap? Van egy dinamizmusa a szerelemnek. És szerintem az az érzés, az mindig ott van. Nyilván, hogy vannak olyan időszakok, mint a tábor tűzni, hogy a parázs ott van a hamu alatt, és van, amikor egy kis fát kell rakni rá, de van, amikor azt is mondhatjuk, hogy teljesen meghal. Tehát, hogy a krízis helyzetekből nem mindig támadunk újra. Tehát a krízisbe bele is lehet halni. És egy házasságban, vagy egy párkapcsolatban azért látjuk azt, hogy sok esetben ez is megtörténhet. Nyilván, hogy itt az a kérdés, hogy milyen szeretetbe is kapaszkodunk. És hát nyilván, hogy arra próbáljuk, hogy az igaz szeretetbe kapaszkodjanak. Nyilván, hogy ezt felfedezhetjük gyakran egymásban, hogy igaz módon szeret a másik. És nyilván, hogy megtapasztalhatjuk ennek az ellenkezőjét is sajnos. Az, hogy mi is az igaz szeretet, és hogy milyen az ember igaz érzelme, mikor gondolkodik tisztán, vagy mikor cselekszik a szíve szerint, ahhoz szerintem kell egy hatalmas önismeret, ami megint csak egy hosszú tanulási folyamatnak a vége. Hogyan tud mondjuk az egyház akár egy ilyen egyhetes rendezvényen egy picit segíteni, ilyen kis csomagokat, muníciókat, kis vizsgákat, vagy nem is tudom, tananyagot adni azoknak a kezébe vagy szívébe, akik komolyan gondolják és tesznek is érte, mert azt gondolom, hogy egyébként valószínűleg több házasságot lehet megmenteni, hogyha hívő emberek házasságáról van szó, mint ellenkező esetben. Statisztikákat nem akarok mondani nyilván, de azt látom, hogy valóban tehát a hit, a kapaszkodó pont az mindig is fontos az ember számára. Minden kapcsolatban fontosak azok a kapaszkodó pontok, amiket akár a saját életünkben is felfedeztünk, vagy amiket láttunk az élettapasztalataink során. Nyilván, hogy az ember próbál a másikba kapaszkodni, de a másik is gyenge sokszor, vagy ő akar kapaszkodni belénk. Nyilván, hogy az Isten szeretete az, de az Isten szeretete az nagyon tág fogalom, hanem az konkrét eseményekben, vagy pedig konkrét személyekben mutatkozik meg leginkább. És hát nyilván, hogy erre próbálunk fókuszálni, hogy olyan tapasztalatokat, olyan személyeket állítsunk, akik már talán többet tapasztaltak meg az életből, vagy pedig olyan előadásokat szervezünk, amelyek valóban átsegítenek bizonyos olyan hullámvölgyökön, vagy viharokon, amiket az ember úgy élete során megtapasztal. Mi van akkor, amikor ezek a viharok mondjuk évekig vagy évtizedekig tartanak, és gyakorlatilag mindenki már szinte félholt? Meg kell mindenképpen menteni a házasságokat, vagy az is lehet egy feladat, hogy esetleg ebbe a szeretetbe kapaszkodva fogadják el azt, hogy valami miatt nem működik az ő házasságuk? Mind a kettőre van példa, hiszen ott látjuk akár Szent Ritán, akinek a férje alkoholista, bűnöző, és még lehetne sorolni, és élete végéig a Rita kitart mellette.
Tehát van erre is példa. Van, aki azt mondja, hogy, hát, mit tudom, a fizikai erőszak, vagy akár a verbális erőszak olyan kemény, hogy egyszerűen mind a saját életem, mind pedig gyermekeim élete veszélyben van, és nyilván akkor, érdemes elgondolkodni azt, hogy inkább a különélés, mert az élet a legfontosabb. Nyilván, hogy látjuk azt, hogy a kapcsolat az sokszor nem menthető meg bizonyos problémák miatt, nevezhetjük akár alkohol, függőségek, különböző dolgok miatt, egyszerűen már nem menthető meg. Nyilván akkor az egyház is azt mondja, hogy próbáljuk meg a különélést, és próbáljuk segíteni azt, hogy senki, de senki a legfontosabbat az életét ne veszítse el. Olyan egyszerű lenne, hogyha ilyen kis szeretett pirulákkal mindenki meggyógyítható lenne. De most koncentráljunk azért erre az egy hétre, mert szerintem itt szeretett pirulákból nem is tudom, ilyen óriási üsnyi lesz, és ezek a programok azért mind-mind ahhoz segítenek, hogy egy kicsit tudjuk a helyünket a világban, és ha lehet, akkor azért az együttélést, a házasságot azt megmentsük. Hová lehet menni? Nyitottak-e ezek az alkalmak? Tudom, hogy tavaly volt egy ilyen nagyon exotikus utazás is, amikor a résztvevők azt sem tudták, hogy hová mennek. Lesz-e most valami különleges csemege? Mindig úgy készülünk, hogy meglepetés legyen. Inkább a tavalyit mondanám el, és biztatnám arra, hogy talán az idejében is lesznek meglepetés csomagok, hiszen azt hiszem, hogy minden szerelemben ott a legfontosabb az, hogy a meglepetések Isten munkánkodik. Elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy amikor szerelmesek lettünk és megláttuk, akkor milyen meglepetésként és csodaként hatott az életünkre. Tehát ez a három este, tulajdonképpen előadás, vacsora és szentségimádás és áldással fejeződött be a tavaly. Az idén, hát aki eljön, nyilván regisztrációhoz kötött, hiszen nem az, hogy szűkös a hely, csak hogy mi is tudjunk tervezni, hiszen akár az előadók, akár azok, akik vállaltak szerepet, azok tudják, hogy hány embernek is kell beszélniük, vagy hány emberre fókuszáljanak, akár játék tekintetében, akár bármi másban. És a Szent Imre gimnázium épületében, a kápolnában lesznek ezek az esték 14-én, 15-én és 16-án. Hát köszönjük szépen, nagyon kíváncsi vagyok a meglepetésre, amit majd csak jövőre fog nekünk elmondani. Köszönjük még egyszer. Én is köszönöm szépen. Azoknak a nézőknek sem kell csüggedni, akiktől még távol áll a házasság hete, a következőkben más programokat ajánlunk a figyelmükbe. A naptárakban már a Sóstói Múzeum falu programjait is jó előre be lehet írni. Idén is készülnek falusi húsvéttal, majálissal, pünkösddel, pásztorünneppel, novemberben pedig a Márton nappal zárják majd a nyilvános programokat. A menhelyen lévő kutyáknak egy kiadós séta sokat jelent, ezért cserébe az Állatbarát Alapítványnál hihetetlen mennyiségű szeretetet, ölelést és puszit fognak kiosztani a védencek február 11-én a Valentin napi sétán. Hagyománnyá vált a fotósarok is, ezúttal romantikus díszletben. A stílusos érkezőket piros vagy rózsaszín ruhában várják. Télűző felvonulásra várnak mindenkit február 18-án Nyíregyházán a Józsavárosban. A farsangi hagyományok megvalósításában a Szabolcs Néptánc Együttes, a Mákvirág Néptánc Csoport és a Bakosz Zenekar is közreműködik. A rendezvény ideje alatt farsangi fánkot is kapnak a résztvevők. Február 24-én újra jelmezes buli lesz a Labor Diszkóban. Kötelező jelmezben érkezni, ugyanis halott celeb tematikus diszkóparti és télűző esemény várja az érdeklődőket. Csak az léphet be, aki legalább közepesen felismerhető Elvis Presleynek, John Lennonnak vagy Amy Winehouse-nak öltözik. Ahogyan egy éve, úgy 2023-ban is megrendezik a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei diákbált. Részt vehet rajta bárki, aki szeret új embereket megismerni, táncolni, jókat enni és nevetni. Mindezt február 25-én Nyíregyházán az Alvégesi Művelődési Házban.
Kedves nézőink, ennyi fért a mai víkendbe, de tartsanak velünk jövő héten is, ugyanebben az időben. Akkor többek között Pajta Színházról lesz szó, és a Múzeumfalokba is ellátogatunk majd, de ahogy a műsor elején ígértem, egy Valentin napi sushi tálat nyerhetnek, ha tudják, mi az év színe 2023-ban. Ezúttal is a Facebook oldalunkon játszhatnak majd velünk. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!